A roma gyilkosságokra történő megemlékezés Némán a sír előtt egy-egy szálvirág elhelyezésével kezdődött el. Jelen volt Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat egykori elnöke is. A mai nap emlékére, mert ez sajnos itt nem csak az elhunytakra kell emlékeznünk, hanem arra is kell emlékeznünk, a nagypapára, aki meghalt, nem bírta tovább ezt a azokat a körülményeket, amelyekben most van. És ő is elindult fiához, az unokájához. Nem bírta a szíve, és megszakadt. A mai napnak a megemlékezésére én felkérem Kolompár Orbán urat, az MCF Roma Összefogáspárt elnökét, és az MCF Roma Összefogás szervezet elnökét, hogy tartsa meg megemlékezését. Azt hiszem, a mai nap pontosan 4 éve. Én jól emlékszem, hogy Gyula hívott engem korán reggel, hogy Tatár-Szentgyörgyön történt valami. Arra is emlékszem, hogy esett a hó. Amikor odaértem Tatár-Szentgyörgyre, vagy ide ki a lakásra, akkor találkoztam veletek, önökkel, és egyre többen lettünk a lakás körül. Akkor még nem igazából tudtuk pontosan, mi történik, de pár óra elteltével már láttuk, hogy emberölés történt, és gyakorlatilag kivégezték a két áldozatot. Nyilvánvalóan ez nem lehet politikai kérdés, ebből senki nem kovácsolhat politikai erényt. Éppen ezért tartottam én azt nagyon fontosnak, hogy itt a sírnál róljuk le kegyeletünket, ne Budapesten, ne más helyszíneken, hiszen itt fekszik előttünk a két áldozat. És én úgy gondolom, hogy ez nem pusztán politikai, hanem inkább ember és érzelmi kérdés. Szentül meg vagyok győződve, és korábban is mondtam, hogy ma a hazai cigányság valami hasonló szituációt él át, mint 4 évvel ezelőtt. Kolompár Orbán kitért arra is, hogy mindenki felelős ezekért a tettekért, és arra kell törekedni, hogy még egyszer ne fordulhasson elő. Én úgy gondolom, hogy minden évben jöjjünk el ide, minden évben emlékezzünk, a családnak, az anyának, az életben maradt két kicsinek, a hozzátartozóknak én erőt, egészséget hagy kívánjak, és azt tudom ígérni, hogy ránk bármikor szükség van, számíthattok ránk. Ott leszünk mellettetek, ott leszünk veletek, és bármi olyan segítséget, ami tőlünk telik, meg fogunk tenni azért, hogy át tudjátok vészelni tisztességes, rendes állampolgárként ezt a szörnyűséget, amit nektek meg kellett élnetek. Köszönöm. Akit meggyilkoltak, Robikát, ez most lenne 9 éves, 3. osztályba jár. Már megtanult volna, hogy lehet írni, olvasni, és élte volna a vidám gyerekkori életét. De mivel romának született, ezért a rasszista gyilkosok megölték őt is. Én még egyszer tiszteletemet fejezem ki az elhunytak előtt, a nagypapának is békességet kívánok, és Isten áldja őket. Köszönöm.